Ó. Mindjárt meg lesz minden. Megvan minden. Hello, bello! Na, nézzük rá a fiúkákra, annak örömére, hogy a Honvéd megmenekült a kieséstől. Nézzük meg, hogy hogy állunk Észak-Írországban. Mert ott viszont sokkal jobban állunk, mint a Honvéd, ugye? Gyakorlatilag az első helyen vagyunk, némi megingással, ugye? Ez látszott, vagy látszik is valahogy, meg tudom mutatni. Szóval... Ez nem az, ez a League History. De mindegy, az a lényeg, hogy visszatértünk az első helyre. És 8-8. 22 meccs van, tehát még 7 fordulón keresztül kell ezt megőrizni. De legalább egy jó második helyet a playoffért és a 2200 euróért. Ehhez viszont két hetet túl kell élni a januárból, méghozzá úgy, hogy nem viszik el a kulcsjátékosaimat, akik ugye továbbra is ingyen igazolhatók, mint itt minden játékos ebbe a ligába. Úgyhogy nézzük, jönnek el az ajánlatok. Szerencsére úgy érzik, hogy közel a bajnoki cím. Úgyhogy sorra utasítják ezeket vissza. Egyelőre. Aztán majd meglátjuk, veszítünk-e, mert mindig van két hét erre. És ugye egy komoly meccs lesz a hétvégén az Arts Rangers ellen. Akik harmadikak, és komolyan leszakíthatnánk őket egy győzelemmel. Ugye a kupában már csak az északírben vagyunk érdekeltek sajnos, az Intermediate Cup idén se jön össze. De senki nem fog érdekelni, hogyha top 2-be leszünk a bajnokságban. A Foster. Hát... Defensive Winger, oké. Van három ajánlat, van egy két csillagos csatár. Taylor Bane. Ráadásul Bangorba játszik. Championship-be, de hát ez hát mindegy, scoutoljuk tovább, hát a jobb jön, és itt vannak a új felajánlkozók. Oké. Hat pörög jön. Már ott volt, ajánlották, hogy kit tegyünk loan listre. Hadd nézzem ezt meg. Jó, őket rátehetjük. Semmi baj. Azt mondja, hogy... Egálban vagyunk teljesen az árccal. Totálisan. Hát kéne alakulnunk. Igen, és ugye... klubrekord közelében nyomjuk. Tehát 6 győzelmünk van egymás után, és 7 a klubrekord, úgyhogy hétvégén belé történelmet írhatunk, ilyenkor nem szokott ez sikerülni, ugye? De ne legyünk negatívak, nézzük. Minden
mindenki maradni akar. Na, ő két és feles csatár. 19 éves, az már jobb. Nézetjük még. Kicsit. Bizony lesznek rangadók, mert mi játszunk a harmadik helyzetnél, és a negyedik meg a második is összecsap. Úgyhogy... Úgyhogy komoly és döntő, az egyik döntő forduló lehet ez. No és akkor nézzük ki, hogy áll fitnessileg. Patton, Snoddy, Curtis és McCauley, a szokásos körök. Középpályán a megbízható Collins és Douglas, ugye akit kölcsönbe nyomja itt nálunk. Ennek szerintem örülni fog. Akkor, hogy játszatjuk. Jobb szellem Bert, bal szellem viszont McKendry nem tud játszani, mert el van tiltva. Úgyhogy Paul McIroy lép fel a helyére. OMC-ben pedig Henry, akinek már pont ugyanannyi pontja van a kanadai táblázat a három meccs után, mint a Dernek 21 meccs után. Jó, nagyjából mindenki készen áll. És végül Adam Campbell elől 24 meccs, 7 gól. Hát, három meccsenként egy, az annyira sok azért, de egyelőre nincs vele gond. Nos! McIroy szupportálni szeret, úgyhogy megadjuk neki az esélyt. Mindenki zöld. Mehet. Egy sima 4-4-2-t kell legyőznünk. Van revenge, az mindig jó, a revenge-et kiválasztani. És nézzük! Jó estét! Itt a fő szurkoló is. Egyelőre nincs kapurlövés, ezzel köszöntünk. McAuley megint sárgát kapott. Már a negyedik neki a szezonba. Esik az eső természetes. És McCauley megkapja a másik sárgáját. A 35. percben. Hát nem az eszéért szeretjük a fiút. Úgyhogy... Hát kell állunk. Nem egy okos fiú, de hát most mit csináljunk vele?
szélsőimet ott hagyom, így ez lesz a, ez lesz az átalakulás. Még szerencsé, hogy pont egy jobb hátvédem volt a padon, de mondjuk így már az X-nek is örülnék. Úgyhogy óvatosan állunk a második féldőhöz. Hát, amit, tehát előre láttam, igen, nyilván, hogy ez lesz. De jönni fognak, mint a gűzű. Ott is van benne fejes 1-0 a Rangersnek. Hát innen viszont akkor muszáj lesz visszatámadnunk. Szép kirúgás volt, csak sokat nem értünk el vele. Meg Curtis mögött kilép. Hú, mellé. Hát... vissza kell menni Belenzre, mert... most már tök fölöslegesen vagyunk óvatosak. Meg Kiroly nagyon szép, csak nincs elő senki. Kettő null. Oké, hát akkor most már mindegy. Menni kell. Megkauli butasága, sokba fog nekünk ma kerülni, de ez van. Harmincöt perc alatt okosan. Ó! És még Snoddy meg is sérül. Ó, de jó. Na hát bal hátvédem már nincs. Meg Kiroly tudom hátrahozni. Még bal szélsőm sincs. De közép hátvédem sincs, mert Curtis meg csak ki tudnám tenni. Mindenképpen egy Johnsonbe Snoddy helyett, hogy aztán innen, hogy helyezzük el. És még ki is támadunk. Nem lett, tehát a kiállítás után óta nincsen kapura lövésünk. Ez az ellencsapatainál nem így szokott lenni, na mindegy. Jó, tudjuk le a mérkőzést, az a lényeg. Minél kevesebb veszteséggel. Jó, hát most minden lövés gól lesz. Ez ilyen, van ilyen.
amikor betöltöd a játékot, és úgy gondolt, hogy jó lesz. De nem gond. Ez egy jó csapat, de majd mi megverünk másokat. Mert még ezzel is... Hello! Még ezzel is... elsők maradtunk. Ez az igazi munka. Hogy még így is egy laza 4-0... Egy laza 4-0-ával... ez nem jól lecseszem őket. Elhúzok. Aztán... Hát igen, látszik, hogy azért ott voltunk a középpályán, nem csak mindent tudtunk tenni annak érdekében, hogy ne rohanjanak át rajtunk. Úgyhogy itt röpködtek a 9-esek a srácoktól. Megnézzük, kik ezek a sztárjátékosok. Ezt már ugye scoutoljuk. Úgyhogy még egy fordulóval kevesebb, és még mi vagyunk az élen. Az a lényeg. Az a lényeg, és... már csak 6 meccs, de hát ez vérköpős lesz itt, ez látszik. De semmi gond. Ja, és ráadásul úgy vezetünk még mindig, hogy a Arc az ugye egy meccse többet játszott. Persze. Na, és a következő meccs. A rendőr barátaink. Snoddy az csak egy-két nap. Oké. Okay. Jönnek velünk Promotion Hunt-ba. Oké, okay, McCauley. Eltiltva. Rendben van. Hát természetesen nem lett meg a rekord így. Ahogy a sejthető volt, ez nem lesz, nem lesz olyan egyszerű. De jöhetnek a rendőrök. Ugye a rendőrcsapat a tök utolsó. 3 eltiltott, így van. Patton is, McCauley is, Baird is. Mindig azt mondom, ilyenkor van itt az ideje azoknak föllépni, akik a csapatba szeretnének kerülni. Játékosunk van Dögivel. Azért ismerjük a tök utolsó elleni meccseket. Azt mondja, hogy a Curtis az maradjon hátul mindig, mert nincs természetes finesze, hát akkor felőlem tréningészheti azt. Whiteside, 3 csillag, igen, igen. Keep scouting, ő még jó lehet. Azt mondja, hogy Mark McCabe. Aha. Hát ez nem egy nagy csatár. Mondjuk premier szintű csatár.
Shortlistemen van, akkor viszont bízok annyira magamban, hogy megpróbálom aláíratni, ha már kivágták. Ja, csak hát nem tudunk neki annyi meccspénzt adni, még így sem. Nem számítottál a kisvárnára és a felcsútra, hogy rohadjatok el és égjetek a pokol tüzén? Én sem. Legalább a Honvéd benn maradt és ennyi. Közben, hogy az Intermediate Cup. McGarvey, ja igen, ő volt az előbb. Ez jó srác, igen. Rally Pro, hát oké, akkor azt megdicsérjük. Fiatal játékosok mindig örülnek nekik, ha megdicsérik az edzésüket, szerintem. Őt ismernem kéne amúgy. Mr. Bowen-t. Jövőm hozzánk. Ten Hag állítólag el akarja hozni ezért is, De Jongot a Barszából. Na már csak egy hétig kell kibírnom. Ne vigyék el a játékosaimat. Na, hát akkor biztos sokan jelentkeznek érte. Ó, a rendőrök eszemben sokkal jobb a mérlegünk. Közben ugye a téli átigazolási idősokban csak 100 millió euró alatti. Ezek vannak itt, mindjárt megnézem. Várjál. Itt van, hogy hívják? Bowen? Jelent Bowen, ő lehet az. Hát ugye itt 2025-ben 28 éves. És hát... jó nyom... Hát nem nyomta jól a West Ham-be. Tehát a Hálból jött, ugye? De aztán tovább tudott passzolni a Leicesterbe, és most a Norwichba tenget. Na, ez nagyon jó. Collins az fejlődik, tovább fejlődik, ennek örülünk. Hát ilyenről úgy tűnik jobb, igen. Hát csak kiugrott neki egy szerencsés szezon, mert ugye azért nem, ezek szerint 24 éves már, tehát ez a... nem a legfiatalabbak között van. Nos! Itt vagyunk egy nagyon fontos bajnokinál. A tök utolsót fogadjuk. Jó sok eltiltottal.
Patton is eltiltott, és McAuley is eltiltott. Úgyhogy McQuillan és Simon Kelly fog játszani. És első ízben David Nellins az egyik kölcsönjátékos oda fér a padra, illetve Baird is el van tiltva. Úgyhogy helyette is kell Kuren Mesternek érkeznie. Viszont visszatérhet meg Kendry. Meg ugye remélhetőleg nagy segítség lesz, hiszen 17 meccsen van, 12 gólja és 8 gólpassza, ami... Most miért nevetnek a Guardiolán? Nyerte a pool az FA Cupot a hétvégén, ugye? Vagy Liga kupát nyerték a hétvégén? Nem, a Liga kupát már megnyerték. Ugye most már csak a bajnokság van, meg a BL. Nem szeretném, ha megnyernék mind a négyet. Ez azért elég szomorú lenne. Oké, nagyjából megvagyunk. És Campbellnek nagyon kellene valami villantás, mert 2 fok van egyébként, január 25, 2 fok, 195 néző, kurva szar formában vannak a rendőrök. Úgyhogy nagyon kéne egy jó meccs, igen. Na gyerünk, hát nem tettek róla, hogy nincsen match fitnessük, hát túl sok az eltiltott. Hasonló a felállás. Gyerünk. 1. Ott tehát a 6 forduló van a bajnokság vége előtt, az első helyen egyetlen ember lesz motivált. Beszarok. Na mindegy. Nézzük. Esik természetesen. Nem csak, hogy 2 fok van, hanem még esik is. Ó, ez nagy hiba. De ezt most Eliot kivédte. Ez mekkora hiba volt. A monitorunkon is jól látszik. Curtis nem igazán boldogul ma a fejesekkel. Láthatóan kapura már nem lőttünk egy ideje. Highlightokban látható módon. Most sem jövünk megint. Ezt nem hiszem el. Ez mi a fene volt megint? Ők a tök utolsók, csak mondom. Kapásból. Ráteszi, bevágja, érted? Jövünk. Adás, ott van Douglas. Ez meg fölé megy. Ennyire azért nem hiányozott Patton, bár mondjuk ugye láttuk a veszőfutás nélküle, úgyhogy... Jó, hát ez eddig 0. Igen, valami...
Valami desire kéne, mert nem látszik úgy, hogy... Ez elképesztő, hogy nem tudunk egyetlen egy helyzetet se kialakítani. Akkor McDowell. Hát, ha odaér. És megint ők jönnek. Ezt nem hiszem el. Ezt not the kivágja. Na, McDowell legalább be tudja menni a last it. Ott megy a fiatal Harry. A fiatal Harry... Gavna megint egyedül van elől. Ha nincs egyedül elől. Oké, még egy frissítés. Kelly hátulról, elővág, de hova? Kúren beadja, nem jó. Áttesz a Snoddynak. Ott van Harry. Egy-egy. Ott van az első gólja. Legalább a pont megvan. És meg is nézzük az ifjút. Nem merek azért teljesen kitámadni, mert pont ezért mégis jönnek egy szabad rugással, ami épp ha csak mellé megy. Még egy szabad rugással, és ez már gól. Tök utolsó rendőr válogatott. Elképesztően tud ez a játék. Csak vagyunk már a hosszabbítás 5 percében nem fogunk helyzetet kialakítani. Én úgy sejtem. Alakítottunk ki, de már gólt nem fogunk rúgni. A really good match, ezt köszönjük, de ez azt jelenti, hogy visszaestünk a harmadik helyre. A University 34-jel, Newton és mi 33-mal, és a Rangers 32-vel. Baszki. Jól tömörültek ők is, azért. Sokat kellett védeni a kapusomnak, Snoddy sokat hibázott sajnos, meg Campbell is.
nem egy kicsit sem szoros a bajnokság, de nem megfelelő morális állapotból állunk neki az utolsó öt fordulónak, amiben ugye ráadásul kettő gyakorlatilag egy hónapos szünet után lesz. Igen, ezt azóta sem értem, hogy miért van, én értem, de akkor, tehát már mint, hogy ha kell a kupa, akkor... Vagy játsszák le a végén, vagy én nem tudom. Na szóval továbbra sem játszottunk az egész szezonban még döntetlent. Tehát gyakorlatilag végért a január, és vagy győzünk, vagy kikapunk, de tényleg semmi. Semmi középút nincsen. És még öt forduló. Semmilyen középút nincs. Hát pedig örültem volna neki, hogyha megkendi visszajön, akkor legalább egy X meg lesz, de... És az már látszik, hogy azért jó eséllyel a hosszú szünet előtt semmi nem fog eldőlni. Talán annyi, hogy ez a négy csapat lesz az esélyes, de... Még ugye 15 pontot lehet szerezni, tehát hivatalosan még a Belfast Celtic is odaérhet az első kettőbe. Ruben Baraja. Oh. Micsoda Valencia legenda. Ő lett most az Atalanta edzője. Nem is emlékeztem, hogy előtt az Atletico Madridban nyomta. Emlékszel rá? Jó kis obszésű volt. 4-4-2-ben fasza volt. Az öreg Baraja. Na most, ha Moya La Park lesz az utolsó, hát az előbb se jött be. Chapman would be a super signing, és Queen's University is. Azt mondja, hogy nem, jó, hát akkor shortlist, köszi. Quality signing lenne ő, a Moyola Pargua. Na. Mi gyorsan meggyöngítjük őket, hát ha ide ér addig. Közben képzeld, igazából a FIFA az csak úgy az enyém, hogy a PS5-ös verzió az enyém. Úgy jött csak. Úgy írtál, úgy emlékszem, hogy PS4-nek írtad, aztán, mint kiderült, PS4-ként nem listázza, szóval... Jaja. Na, szóval, hát... Ugye ezután a meccs után már csak 12 pontot lehet majd szerezni, ezután a forduló után.
tisztulhat a kép egy kicsit. Reese Brown olyan is 4 csillagos midfielder. Hozzuk már. Aztán itt van egy 3,5 csillagos fullback. Hozzuk már el, ő nem akar jönni. Trainor 3 csillagos középpályás. Most jelenleg még nem fér bele, de azért shortlistre fölteszem. És ő viszont 4,5 csillagos. De őt nem tudom csak úgy elhozni. Ja. De miért ajánlottad fel? Na mindegy. Desmond megsérült, eltört a lábujját, ez 6-7 nála. Oké. Okay. Igen. Körülbelül hol progresszálsz? Hány százalékban? Kérem, mint 2 csillagos kapus, ez erősen meggondolandó. Vegyünk részt! Mojala Parka, már sok meccsünk van, és csak egyszer győztek ellenünk, remélem most lesz a második. Igen. Hát egy-két játékosomat elviszik kölcsönbe. Na, az már derék, 40%. Patton megint. Na, még 13 óra. És kiderül, hogy legalább egyben maradunk-e. Patton egyelőre visszautasít, egyelőre. Zambo Angis a Shakhtar-tól a Liverpoolhoz. Eddig ez a nap átigazolása. Rolando Mandragora, micsoda nevek. Hét és negyed óra. Izgalmas, azért legalább egybe kéne maradni.
Nem mennek sehova a playerek, remélem ez azt jelenti, hogy kicsit motiváltabbak lesznek az utolsó öt fordulóra, mert... Na, most egyelőre úgy tűnik, hogy mindenki itt maradt. Úgyhogy készülhetünk a következő 5 hétvége 4 nagyon kemény mérkőzésére. Pénz az egyre kevesebb. Snoddy viszont úgyfent talán formában van. Na nézzük. Jön a Mojola, Patton is visszatér. McCall még nem tud visszatérni, mert kapott még egy meccs eltiltást. Baird vissza tud térni. Henry itt van velünk. Henry remélem tovább fejlődik, azért legalább gólt rúgott. És már 5 meccsen van. 2 pontja, 154 néző és 10 fok, valamint erős szél. Hogy a hajunk tart-e, az mindjárt kiderül. Na, tegyük meg a poolform végét, gyerekek. Helyzeteket akarok legalább látni. De nem látok, ez baj. Lövéseket érzékelek, de még mindig nem látok kapura lövést. Hát igen, Patton azért jobban fejel, mint csak Henry elhagyja a labdát. Ott van McKendry. Kivédi. Amúgy is slash volt. A tök utolsó gólt fejel, de slash. Snoddy megszerzi. McKendry előre vágja, de ez nem jó. Baird viszont kizmozza. Micsoda csel, micsoda cselek. Ez aztán izé szemfülesség volt. McKendrytől. Oké, megvan Campbell. Na, erre jó, hogy ezt megszerezze és indítsa a kiváló szélsőt, aki nem rúgja be a másodikat. Ellenben a szöglete is szar. Patton megint kap.
Complacency. Hát, elég nagy arcok lennénk, hogy komplacentek lennénk erre a teljesítményre. Meg Kendi szabadrugás, előre vágja, hopp, 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 ott volt. Ott egy kis lehúzás. Meg Kendi lövi a tizit. Már ott a double, 14. gólja a bal szélsőnek. Beadja a szögletet. Majdnem gólpassza is lett. Majdnem sajnos kicsalják a hátvédünket. Elfejeljük. Bert, izomból. Visszaadja Collinsnak okosan. Hiii. Ja. Akkor megnézzük, hogy fáradt-e valaki. Hát egyelőre csak Curtis fáradt, azzal nem foglalkozunk. Meg Kendri szabadrugása, szép lövés mellé. Nagyon akarja a harmadikat a fiú. Campbell szabadrugása. Ezt meg épp, hogy csak kiszedte a molyolai kapus. Azok szírét, hogy még jobban megnyugodjon mindenki. A Collins beadja. Most lefejelték meg Kendrit mondjuk. Ez mi volt? Tehát... Mit védett a kapus kétszer? Azt mondtad itt. Nem tudom miért ment el a... Tehát hogy... Miért sétált el a... Tehát itt nincs is kontrolles váltás. Miért sétáltam mellő? Azt nem tudom. De a kapusunk zseniálisan oldotta meg a problémát. És ezzel zakatolunk. És a legjobbkor fordítjuk meg a formát, mert ezzel visszakerültünk az első helyre. Ez azt jelenti, hogy 4 forduló, 12 pont. Tehát már csak az első 6-nak van esélye a top 2-be kerülni. Hát ez micsoda double save volt, ez nagyon kegyetlen. Annyira nem voltam elájulva. Bár tényleg, hogy főleg a jobb oldalt szíje futottuk. Az látszik. Tehát Baird azért oda tette magát. De hát McKendivel egyszerűen nem tudtak mit kezdeni. Meg is kapja a 8.7-et. Négy darab bajnoki. A következő, igen, a Lima Vadi elleni kupa meccs lesz, de hát az
Az igazából icing on the cake, mert... Bár tavaly sikerült a bravúr, idén sem lesz egyszerű. Meg is jött a megérdemelt 130 euró. B- vagyok, hát igen, a vereségeknek nem örültek, de egyelőre. Nem tudom egyébként, hogy miért átlagos a atmoszféra az öltözőben, hát vezetjük a bajnokságot. Tudom, hogy ez annyira nem fontos, na de hát azért... azért mégis. Amúgy egyébként... McKendry egészen elképesztő, ugye 21 éves. Egy belfaszti gyerek. És életében nem volt ilyen szezonja, bajnokságot tekintve. Ugye a kupába rugott 6 meccsen 5 gólt, de hát a bajnokságban is annyi pontja van, mint meccse. Tehát ő egy nagyon nagy vétel volt, hála Istennek. És nem vitték el, pedig őt aztán... Na, arra leszek kíváncsi egyébként, ha itt is meg lesz a top 2 mondjuk. Esetleg a bajnoki cím, hogy javul-e a reputációm valamit, mert... Ú, 4-3-3, vagyom mi a Limavadé, és ugye... Bár most már csak másodosztályúak, de attól még... Egy rémesen nehéz ellenfél lesz, az biztos. Közben a külbajnokságokban Barcelona vezetés, Chelsea vezetés, Bayern vezetés, Milán vezetés. Na, Snoddy és Jones személyisége javult pozitívan a keret hatására, de közben romlott is. Egyszerűen javult és romlott. Campbell pedig influential player lett. Egyelőre nagyon jó a támogatottságom, ennek örülök. Grant would be good signing, igen. Jaja.
National All License, megpróbáljuk azért. De nincs rá pénz, nincs rá lóvé. Trainer is 3 csillagos, ja, hát igen, ő. Oké. Corcoran, ő viszont bizony. Ő egy quality signing lenne, csak pénzt kéne adnunk érte, ami továbbra sincs. Jó, nekem sem kéne mennem egy képzésre, mert ugye azt hiszem nem is tudom, mim van, ja, nemzeti céllicencem van. Úgyhogy ez lehet, hogy nekem se ártana. Na, de jöjjön a fán a meccs! Igen, igen, 11-esekkel tavaly megvertük őket, hát... meglátjuk most. Press conference, hát persze, igen. Azt mondja, hogy az ellenfél edzői nyomást érez, hát ez megtisztelő. Oké. Igen, egyetértek a borddal, sőt, ők az igazából ambíciózusak. Azt mondja, hogy... Szuper. Elmondtuk a sablon kérdéseket. A sablon kérdéseket, a sablon válaszokat. Egyszer lenne egy olyan sajtótájékoztatóm, amikor igazán idegesen jövök ki. Na, közben, amíg mi szórakozunk a kupában, addig fontos meccsek lesznek, főleg a Rangers és a Belclair szempontjából, mert ugye ők még papíron rendelkeznek eséllyel. A Rangers nyer, a Belclair ki is kap, úgyhogy ő már kicsúszott. A top 2-ből ugye neki már csak 3 meccse van hátra is. Még rosszul számolok? Nem, rosszul számolok, ők még benne vannak, ők is még a mixben bőven. De mindesetre a Mojola tett nekünk egy szívességet, az biztos. Nos, ez már ugye a 6. kör. Tehát a legjobb 16. Óriási szórakozás lehet ebből, de igazából, ha kikapunk, akkor sincsen semmi komoly probléma. Lehet 7 cserénk, ez mindig emberségesebb.
egyes csere. És... Teddy Jones a 7-es csere. Csatárból bőven elég lesz továbbra is. Egy. Na és akkor 344 néző, negyed akkora a pályájuk, mint a miénk. Természetesen esni fog. Nincsenek igazából jó formában, nem mondjuk mi sem. Úgyhogy nézzük. Van esélyünk bármilyen eredményre. Impress me, gyerekek, impresszeljetek. Ez a championship csapat. Mindenki kitűnhet. Nézzük. Az, hogy már lejárt az átigazolási időszak. McKendree. Nagy szépen megindult, természetesen a legnagyobb sztárunk. Beadja Douglas. Hát, ez egy jó gyenge lövés volt. McKendree megkapja a sárgáját. Dehogy is. Fejben dől el. Hát egyelőre nem fociz le bennünket a imavadi, hála Istennek. De most fogunk egy szabadrugást. Simán berúghatják onnan. Inkább beadják. Jó, a fejed, de fölé. Még kis északi zászló is van ott a B közép előtt. Tök menő. Egyelőre ez eddig egy erős. Egy erős négy kapura lövéses félidő. Hát egyelőre lehet, hogy még... Tudod, mit legyünk bátrabbak, hát... mi történhet? Legyünk bátrak. Elliot elővágja ismét McKendree. Okosan, nem kapkodunk. Campbell meg ezt jól megcsúsztatja. 1-0. Hetedik gólja Eden Baird. Eden Baird hetedik gólja. És meghajtotta a bal hátvédet. Most McKendree megy. Leszerelik a zseninket, és indulnak. De fölé. De fölé. Na, azt mondja, hogy... Kicsit le is frissítjük. Currennel a témát.
Patton May jön ennyire előre fejelni, hát bakker. Az is de szép. És nem tudom, hogy a védés is volt, vagy... ...79. perc, 70. perc. Tovább kéne frissítenünk. Ez pedig a csatárposzton lesz. Erre egy gyönyörű, gyönyörű fordulás volt. Douglas összeszedte. Kurhen, micsoda tapasztalat. Kipasszolnak bennünket, és ott van Shevlin. Egyenlét. Egy-egy. Kipasszoltak bennünket csúnyán. Úgyhogy egyelőre szerintem kénytelen vagyok a harmadik cserét tartalékolni. McCauley bedobja. Collins-tól elveszik a legrosszabb helyen. Nem tudom, hogy öngólt, hogy mi a fene. Hát... hát pedig sokkal jobbnak nézett ki ez a meccs, basszus. Öngól volt. Rárugta Snoddyra, ő meg bekísérte. Gyerekek. Istenem. Szétpörögtük magunkat megint a szélen, jobb szélen. Tehát... Francba! Francba. ...91. perces öngól. Még mi volt? Ma már volt kiállításunk. Ugye most... 91. perces vereség. Öngól. Mi nem volt még? 10-it nem kapott még az ellenfél, ugye? Azt hiszem. Nem tudom, miért akarja ezt, hogy, tehát, hogy ez a meccs sem lett X. Tehát most lehetett volna attól, nincs bajom az X-el, szóval nyugodtan lehet. Lehet X. Larn, Dunganon, Linfield, Dergview, Institute, Gelantoran és az Armag a kupa legjobb 8 között. Na, és akkor idénre befejeztük a kupákat. Hatodik fordulóba jutottunk. Az Északír kupában ott elvárás fölött teljesítettünk.
a Liga kupában elvárásnak megfelelően. Második körig jutottunk. És elvárás alatt szerepeltünk a Steels and Sons és az Intermediate Cup-ban, ott a board expectation-eket, azokat nem értük el. Nos, és akkor a hegesztők érkeznek 7 nap múlva, vagy mi megyünk oda, ugye ők az 5. helyen állnak. Kormak meg Kormeket még scoutoljuk. Na, Douglas nem lesz velünk a Wildersnél. Chilwell nyomja a Manchester United-ben, 28 évesen. Tavaly igazolt ide 51 milláért. Az öreg Chili. Hálány gyerekemnek azért van egy feje mindig. De már itt is a City-ben nyomja, ugye nálunk. 48 norvég válogatott meccsen 21 gól. Ugye 75 millió, de azt hiszem ez a kivásárlási záradékából valami ennyi van. Szerintem most is ennyiért veszik talán. De hát a 100 000-es Molde ára az elég jó, meg sokszorozódott a fiúnak. Na vajon, a jobbik arcunkat, vagy a rosszabbik arcunkat vesszük elő? Mert hát ugye továbbra is csak ez a kettő arcunk van. Dünne 2,5 csillagos. Knott. Jó kis játékos. De nem tudom. Nem tudom igazolni. Na! Ez most valami kupa volt, ha jól láttam, ugye? Igen, Intermediate. Sajnos a egyetemisták nem fárasztják ott magukat tovább. Na! Nem akarja a gém. De hát... Már azt hittem, hogy... Ezt én néztem be. Ez a McKendry, hál' Isten, a Torcsiban játszik. Na! És akkor már itt elemezgetnek bennünket, ugye összehasonlítva az árccal nekik. 2 meccsük van hátra hivatalosan, ja meg a többiekkel is, ugye, mert meg itt van a 6, igen. Tehát ugye mi játszunk még az 5-kel, a 3-kel és a 4-kel.
Még az árca 8. tizedikkel. Hogy mondjam, szerintem kicsit talán úgy tűnik, mintha nekem lenne a legnehezebb sors dolgom, de ez van mindjárt, kicsit megijedtem én is. Legalább ne időjön el. Azt mondja, whatever the price. Hát akkor próbáljuk meg. Whatever the price, elhozni a kisfiút. Túl nagy a pofája még a kölöknek. Hát ez kőkemény meccs lesz, az biztos. Az biztos. Eddig egy meccset játszottunk. Ever. Azt sem nyertük, úgyhogy... Hát a sokkal jobb arcunkat kéne elővenni. Így február közepén, mert utána ugye, van elég idő pihenni. Ez a következő meccs március 1-én, az utolsó kettő pedig április közepén és végén. Úgyhogy én azt mondom, hogy nyugodtan belepörgethetünk mindent. Hát most már igen, legalább itt a kemény meccsek halmazában nyerünk, vagy bukunk el. De náluk égőbb, hogyha bejön egy nem várt eredmény, ugye? Meccs 14 gól, 8 gól, passz. Ritka nagy állat a fiú. Na. Mindenki kipihent. Igen, ez egy pótforduló, ha jól látom. Ja igen, mert ezért már lejátszottak, hogy intermediate-ben nyomják, azok már lejátszották a meccset. Nézzük, 141 jegy, 8 fok, eső, szél. Ahogy az várható volt. Eső és szél. Az összes meccsünkön szinte. Avenge, itt van Avenge funkció, annak örülünk mindig. Go! Na, melyik pofázmányunk kerül elő? Snoddy az ön gólja után, okosan passzan, McKendry, 1-0. Ok, micsoda okos játék. Holder, az azt hiszem, ugye az én játékosom volt, igen. McCauley, igen, nem szabálytalanul. Hú, micsoda labda.
per beadj, ott van a fiú. Kettő. És ott lesz a triple the excitement. Most már lehet nyugiba a meccs. Jól elcsaltuk a focit a field többi részén, de ne legyünk nagyképűek. Nyomjuk okosan tovább. Hát igen, Holder már adja is az asszisztot. Siri nyugodtan vissza, Patton elkúrja, de aztán fejbe lövik. Patton mit csinál? Mit csinál Patton? Szülje. Hát az ütő megáll bennem. Oda sarkalt az ellenfélnek, nem tudom, Holderre beszélgettek, hogy... Azt mondja, hogy... 58... Előre hozunk be némi tapasztalatot. Elől is megtesszük a szokásos cserét. Siri kifejeli, de nem elég messzire. Itt jön Wardlow. Beadja Siri kifejeli, most már elég messzire. Jerry McHenry végigfutja, végigfutja. Aztán ezt is Siri szedi össze. Otto McDowell. Most nekem jöhetett. Ja, amúgy is lesz volt. Persze nekem lesz volt, ugye. Rendkívül fontos. Rendkívül fontos, és a jobb arcunk jött elő.
az egész középpályát szétfutottuk. Most nem csak a jobb oldalt. McCauley 100% tackles. Patton 12 interception. Cornernek leigazolhatnátok a fiút. És ugye ez azt jelenti, hogy továbbra is az élen maradtunk, és már csak három forduló van hátra. Úgyhogy ezzel a Wilderek már bajnokok, tehát már csak négy csapat lett bajnok. A Rangers egyetemisták, a Newington és mi. Pedig most még ugye eleve el fog telni két hét, és akkor jön csak a 20. forduló. De ez most nagyon kellett, mert ez igazából ez jelenti azt, hogy az utolsó két forduló még nem lesz tét nélkül nekünk. €132. Két McKendry gól. Elképesztő a fiú, lehet, hogy szerintem egyébként most azt kell megnéznem, hogy a... Ajá. Hol vannak a táblázatok? Aha, McKendry vezeti a góllövő listát. Jó sejtettem. Ő vezeti a góllövő listát, az average rating listát, asszisztot egy Celtic-es gyerek, meg a player of the match listát is ő vezeti. Na, Alárd akkor talán a későbbi győztes ütött ki bennünket a Liga kupából. Oké. Okay. Pont úgy csinálják ezeket az interjúkat, mint hogyha nekem lenne beleszólásom, ugye. Abba, hogyha a játékos elfogadja a szerződéset sem. Vagy meg most följött ez, hogy ki van rúgva a Újpest edző, de ezt nem tudom miért lökte nekem tovább a srác, mert... Nem vagyok itt a... Itt a mixben még. Na és a változatosság kedvéért egy idegenbeli meccs a másodikkal.
Úgyhogy most hosszú várakozás. Az egyik az nem lesz olyan hosszú, és lehet, hogy akár a bajnoki döntő is lesz, mert Dennis Scott. Superb signing. Hát, de vannak jobb játékosaim, de... Oké, Aaron McDowell személyisége javult. Ryannek nem adunk több időt, akkor se. Johnny Byrne. Ó, jó kis csatár, de... Ha nem tudom leigazolni, mert ott vannak szerződések, úgyhogy... Megkezdett ismételtem, megpróbáltam, de... Tudom, megint elküld bennünket a csába. Nem tudom neki, nem tudok neki 130-at se adni. Hát ez bizony. Már csak 8 nap és egy rendkívül brutális mérkőzés következik. Csakvar Jab. Ilyen is van, hogy... Üres Csakvar kispadja. Pedig hát van ott egy jó fagyizó. Szevasz Mike! Hat nap és bajnoki döntő gyakorlatilag. Nem mintha nagy lenne a nyomás, de az. És van 3-5-2, vagy 5-3-2, 3-2, 3-2. Ezzel készülnek. Biztos, hogy fáradt nem lesz senki. Ez a fej. Ó, Philip Kokü. Már 54 éves. És Stoke leigazolt a menedzsernek. Én sosem értettem, hogy sosem volt ilyen menedzser típus. És el is van tűnve, nem? Az öreg Philip. Vagy valamelyik déli bajnokságban edzősködik? Már rég hallottam róla. Meg Gurk.
Riddle, hát Jim Carrey-t nem muszáj, nem igazolom le. Cunningham meg egy csillagos, hogy nem lenne vicceljünk. Az már ide nem elég. Kokünek volt valami valami? Pont ennek a tejfeles szájú csávónak. Na hát itt vagyunk. Eddig csak egyszer tudtuk legyőzni őket, és az előző meccsen is 4-0-ra kaptunk ki, úgyhogy otthon tőlük, úgyhogy nem mi vagyunk az esélyesek. Minden stabil már, küzdünk a győzelemért, küzdünk a bajnoki címért, elsők vagyunk itt. Ahogy látod a táblázatot, 3 forduló van hátra is, elsők vagyunk, úgyhogy itt küzdelem van. Amúgy meg benn maradt a Honvéd. Megkíváncsi vagyok, kiket igazol a Ten Hag majd a nyáron. Oh! Hát akkor tényleg lehetett valami balhéja. Nolan, most kéne elhozni. aha. Ja, hogy bekerült a... tehát loan listára került. Hát jó, de azért annyira nem jó. Oké. Itt vannak a felajánlkozóink. McLillan, de két csillagos. Ja, hát még az is elképzelhető bizony. Hogy Frankie jön, meg hogyha viszont lomból a másik csávó, meg lehet, hogy összeállhatnak újra. Na de, 20. forduló. A második az első ellen, a harmadik a hatodik, a negyedik pedig a hetedik ellen, úgyhogy megint egymás elől pontok halászása következik. Jó, hát a head physio az nem akar jönni. Ja. Hát ezek az ifisták meg a fene tudja. Másfél csillaggal. Hát ez most már továbbra is ugyanaz a probléma valószínűleg, mert hogy mondjam, a menedzserben még nagy képváltások sincsenek, szóval valószínűleg ugyanaz a probléma, ami már fél éve fennáll. Nos, akkor. Nézzük. Elliot rendben, a védelem minden tagja épp és egészséges. A középpályára visszajöhet Douglas. De nem fog visszajönni, a Siri most már jobb formában van. Úgyhogy Douglas csere lesz.
McKendry itt van a 7,4-es átlagával. És Campbell elől 166 néző, 13 fok eső. Természetesen két inkonzisztens formájú csapat, de hát na nézzük. Bajnoki döntő. Szerintem srácok, bajnoki döntő. A Dub Pavilionben, Belfastban. Revenge van, az jó, revenge van. Na nézzük, beégünk-e. Szöglettel jövünk. Ott van Patton, nem tudom mit csinál. Siri. Ó, bakker. Baird kap még egy labdát. Megállítja. Ott van gól. Akkor jó, hogyha a góra visszaértél. Hát a hálózati hiba az nem itt van. Harry-től, de nem veszik el Harry-től. Nagyon jó, Baird. Ne olézzünk most még, szerintem. Hiszen elcsúszik Chapman. Remélem le sem volt. Az az Ajax-os srác, ugye Mike? Hát hiába az Ajax. Csúsztatás 1-1, Mark Monaghan. A kapusom elnézte ezt a szögletet, úgyhogy 1-1. Ez így, de miért fejeljük hátra így? Megszorongatják a tökeinket az egyetemisták szépen. Ott önnek a keresztpassz a gól. 4 védőm között cseppen fordít. Elfér valahogy a lábak között ott. Úgyhogy hiába jó kezdés. Hiába jó kezdés, ki kell támadnunk. Campbell szöglete. Fejlik. Patton visszaadja Campbellnek. Most Patton adja be, ott van Barb, ott van Harry mellé. McKendry veli be. Curtis ráfejeli Patton fejére, aki ott áll 1 méterre is mellé.
Gyerünk, támadjunk, meg lehet az egyenlítő is, meg lehet. Hát akkor bajnoki döntőhöz méltóan teljes kitámadás. Reméltem, hogy erre nem kerül sor, de mégis. És még mázlink is van, sajnos. Ez nem sajnos, de van. Óriási dolga lenne pedig a pont. Még egy utolsó csere, még egy utolsó csere. Teljes kitámadás. Két perc hosszabbítás, persze. Persze, hogy két perc hosszabbítás. Nyolc csere után, hát hogy nem. Nos, hát megcsinálták, beelőztek bennünket, sajnos. Hat pontot lehet még szerezni, és pontosan ugyanaz a négy csapat juthat be a kettőbe, a közelező forduló előtt is. De most már annyira nem húzom le őket itt a szezon vége fele. Voltak hibák sajnos. Na és akkor most egy hónap béke, ezt gyorsan lepörgetjük. Még négy csapat a top 2-re, még négy. Második se lenne nekem kudarc, de mármint a magam részének, vagy a lelkemnek, de azért, hogy nem tudunk egy rohadt X-re följönni egyik meccsen sem, amiben hátrányba kerültünk. Na most már csak C plusz vagyok, és az, hogy ott közdünk a top 2-ből, az nem elég. Hát onnan igen, de Newington, és a Newingtonnal fogjuk nyomni 41 nap múlva. Hát talán még el tudunk tekerni addig a streambe. 41 nap, hát és másfél hónap, nem is egy. Na a Dollingstone meg a Tobermore megúszták a kiesést? Aha. Ja nem, nem úszták meg a kiesést. Nem tudom mi van, minek örültek. De ilyen, mint ha lett volna múltkor is. Aha, hogy valahogyan nem esnek ki. Nem, itt azt érzi, ez volt múltkor is, szerintem nekünk is, hogy azt ünneplik, hogy tutira bennmaradnak, pedig ezt néztük, hogy ez valószínűleg valami bug.
Minek örül neked, az egyik kiesik. Hoppá. A Diós Győr hív interjúra. A Diós Győri vasgyárak testgyakorlók kör. Ugye ez azt jelenti, hogy ők most középmezőny a másodosztályban, de ugye, hogy van, itt 38 forduló van, tehát itt még azért bőven van teendő, viszont hát nyilván összesen hasonlítható a magyar másodosztály reputációja. Ugye a Tehát az északír harmadosztály ugye 249-dik. Én úgy gondolom, hogy a saját magam érdekében ennek nagyon örülnék, mert 66-dik a magyar másodosztály. Tehát azért nem lenne semmi. Úgyhogy nézzük azt az interjút. Szevasz Oliver, most már itt tudom a nyelvet legalább. Miért nem nyertem sosem trofit? Hát... Mondja, mert hát ambiciózus vagyok. Igen, behívás interjúra, hogy pikázom. Hát ha nem tetszik a karrierem eddig, akkor... We've been performing largely as expected, and we're on our best run of the season. Hát akkor miért rúgtátok ki az edzőt? He? Azt mondja, hogy úgy teljesítenek, hogy elvárják. Akkor miért szarért rúgták ki az edzőt? Vagy lehet, hogy nem rúgták ki az edzőt, azt majd ugye megnézzük. De azt, hogy elvitték az edzőjüket. Mert ugye, hát azért... Na mindegy. Na mit mondjak neki? Egyrészt nem biztos a trofi, másrészt meg szerintem, ha most azt mondom, hogy hát minimum a promotion benne van most, vagyis hát ugye a második hely az playoff-val jár, tehát úgy, mint a svédeknél itt is kéne nyomni a feljutnánk, akkor azt mondom, hogy meggondolnám. De végül is... Hmm.
Az az igazság, hogy ez egy 200 bajnokság nyugrás. Szerintem jönnék egyből. Jó, még a az öreg Bence is dolgozik itt. Oké. Okay. Na, itt ez ugye azért is jó, mert építhetnék a fiatalokra itt is, nem is igazolhatnék 30 veteránokat. És top half a Division 2-ben az elvárás. Viszont jövőre már fel kéne jutni. Millió euróm lenne. Azt hiszem, itt nem kell gondolkozni, a fölvesznek, megyek. 40 ezer euró. Na nézzük, hogy mit csináltak. Ha kirúgták ezt a Kecskés Tamás nevű fickót, és február óta ilyen a két hete van egy, hát még meccset nem játszó menedzserük. Na hát erre kíváncsi vagyok. Kijuthatna azért a sajtóba, hogy megkerestek, mert hát ez mégiscsak segítene az arcomnak. Azért pörgessük a napokat, nagyon. Nagyon kíváncsi leszek. Azért két dobogós svéd negyed osztályban, meg egy küzdés itt a északír harmad osztályban érhet egy div2-es dobogó, div2-es edzői pozíciót. Ez kőkemény lenne. Na, a nagyok kiengedik a fiatal kölköket. Nem kell. Na, ő már sokkal jobb. Steel. And steel meets steel. Jó van, haver. Nyilván meg az utolsó két meccset kell összeveszni az edzővel, de hát... Ezt miért rúgtam ki? Én nem akartam kirúgni. Valami más kellett volna mondanom. Ezt nem vettem észre. Kirúgtam véletlenül. Na mindegy. Akkor azért addig szerzünk a tarcsiból egy jobb szélsőt. Például visszaveszem Johnny McCaw-t.
Ja, igen, ezt elfelejtettem. Na de semmi baj, semmi baj. Semmi baj, itt van Johnny. Megy is föl. Elfelejtettem, hogy itt. Itt ez valóban azt jelenti, hogy aki megy, az megy. De lehet, hogy még Johnny itt az utolsó két fordulóra még itt. Még itt visszatér, és még ki tudja, mit csinál. Mint az öreg Junti, amikor még a tarcsiból is tért vissza. Még itt. Johnnyban benne van a teljesítmény. Mindenki kussol Diós Győrben. Vajon még kussolnak Diós Győrben? Unsuccessful, és jó, hát ez a világ legnagyobb égése. Hogy nem az, hogy nem vesznek föl, hanem még a horvát felit veszik föl helyette. Ez a világ legnagyobb égése. És az a baj, hogy ő free transfer volt, tehát a Békés Csabából kirúgták. Már mikor kirúgták a Békés Csabából? Ja, már 2 éve. És azóta nem volt. Igen, hát ő... Jó. Oliver nem volt az igazi, na mindegy, ez már azért a jele annak, hogy nem reménytelen itt a küzdés. Hát mondjuk a rához még kell egy kis idő, de Solskjær is lekoccol a Unitedből, úgyhogy én inkább azt várom. Na de ezzel Oliver jól elcseszte az időnket. Kloppot akarják. Nem az Inzaghit, meg Mourinhót biztos még egyszer. Tudni. Hoppá, United szétvert a Bayern-t. Pedig ez nagy ugrás lehetett volna, egy komoly ugrás. Egy 20 csapatos bajnokságban ez jó lett volna, ott van elég meccs. Bátorítva az ifik nyomkodását. Lassan már talán az Intermediate Cup végére érnek, igen, most már a legjobb
négy között tartanak. Csodás, hogy ide nem bírtunk. Na, az nagyon jó. Hát ez nem semmi este volt. Hát a csütörtök is kemény lesz. Pontosan így lesz, ami nem vén, az csalódás lesz. Belophatták volna a nevemet azért a hírekbe, mert akkor legalább egy kicsit közszájon forog. Egyébként még itt te jobban tudod az íreket, nincsen. Igen, lehet, hogy ez szivatta. Igen, lehet, hogy kandi kamera volt, hogy... Szóval jól ismered az íreket, nincsen ilyenkor ilyen... Rengeteg ilyen vallási ünnep áprilisban. Nincs folyton spiálás itt ilyenkor. És hát ez még március 1-től április közepéig. Lincs. Jó, hát... De várjál! Jó, de az a baj, hogy... Nem tudja jól az AMC-t sajnos. Hát, akkor tényleg nem értem. Tényleg régen néztük rá már az UMEA-ra, nem de? Gyerekek, mi van? Na, azt mondja, hogy ugye én csináltam meg a másik, meg a harmadikát, aztán ötödikek lettek, mikor elhúztam. És most másodikak lettek. Ez tök jó. De aztán úgy látom, hogy a... Izén a... A playoffon nem jutottak túl. De továbbra is itt maradtak. Láttam. Addig, amíg én ott voltam, meg voltak regulázva. Amíg én ott voltam. Amint elhúztam. Csak ők lettek a jobb UMEA csapat.
Igen, az kellemetlen, úgy hívják. Na. Rácsán 20 nap, hát ezt a... Akkor nem is bajnoki döntőt, hanem a... Promotion döntőt, ezt még mindenképp lejátszuk. Ezt muszáj lesz. Ja, mert én ezt értem, hogy most van a free transfer deadline, de igazából az még nincs előbb. Vannak, akik nagyon jól edzenek a fiatalok közül. Na, és akkor mindjárt átlépünk áprilisba. Azonban is fölpörgetett ez az interjú, mert na, megjöttek a... Tehát ez egy arany generáció lehet. Itt van egy 4 csillagos potenciálú középhátvéd, egy 3 és feles szélső, egy 3 és feles középhátvéd, egy 3 és feles csatár. Engem ő érdekel igazából. Aki 16 évesen. De, jó, megpirultunk, igen. Én olyan kamionosan, az az arcom is fújt a szél, csodás idő volt, úgyhogy... Szép színünk lett. De nem, hál' Istenem, olyan fájósra, nem tudom én. Lazics, hát ez honnan jön? Egyszer már volt, izé. Ja, ez a szerencsétlen itt van már, mint Reserves Manager, meg Caretaker Manager, de egyszer nem adnak neki rendes szerződést, talán most adtak neki. Ja, a jobokat akartam megnézni, hogy mi a helyzet. Most tudom, hol van. Nem a helpnél, az biztos. Mondom, nem a helpnél. Hol van a job?
Már elfelejtettem, már olyan régen kerestem munkát, hogy elfelejtettem, hogy hol van. Transfersnál van. Nem. Wrexham playoff lesz? Hát nem baj, az ott legalább normális a klubvezetés. Hol van a job security? Szóval teljesen elfelejtettem. És közben belepörgetek, mert csak 2 hét. Köszönöm, nem tudom, hol már a job info, igen. Ez itt a home-nál szokott lenni valahol. De most nincs itt. Jaj, profilomnál? Hát igen. Szerintem is itt kéne lennie, de nincs itt. Ah, staffnál van, bocs. Job security. Van néhány available hely azért. Még van benne 2 magyar is. A gyírmódban ezzel nem hívott interjúra. Meg is vagyok sértődve egy kicsit. Helisi. Na, 10 felajánlkozó, vagy 10-ben, aha. Mihály Glin. Hát ő is inkább szélső. Oké. Felajánlkozik. Discard. Utolsó nap a free transferekre. Nem tudom, ezt a napot miért nem lehet előrébb hozni. Na, X-eltek a kandidátusok a jelenlegi U18-al. Oké, én elhiszem, hogy kiket választ ki. Szuper. Legyen. A Buffalo-i fickó, az komolyan közvetítette, hogy a Plaza Massacre-t. Azt a kurva, és ez hogy? Na, őt elengedik, a tartsi menedzserét elengedik az Alcensre, fasza.
Nem már, ez mennyire gáz? Pénzügyi helyzet egyre rosszabb. Az én helyzetem is egyre rosszabb. Jézus Mária. És komolyan engem lenémítanának egyből egy izé. Egy Csajkovszkijér. Baszki. És mit írt ki a stream feednek, vagy hello? Mindjárt lövöldözni fogok, vagy mi? FPS játék? Borzalmas. Ja, mondjuk mégis Facebook Live-on is tolhatta volna. Ebből a szempontból mindegy, de hát azért ez a, hogy mondjam, ez a képmutatás. Fehér volt és feketéket ölt, vagy fordítva? Baszki. Ebből megint gondolom, izék lesznek. Lebeszélték az öngyilkosságról. Ki beszélte le? Amúgy meg alapból miért nem lyukasztották át? Beszarás. Hát ebből megint nagy izék lesznek szerintem. Na de, hát foglalkozunk a talán jobb dolgokkal, ugyanis 4 nap, és egy nagyon-nagyon fontos mérkőzés. Már csak 6 pontot lehet szerezni a bajnokságban, maximálisan. És a harmadik helyzet Newington ellen. Egyébként azt hallottad, hogy alig beszéltünk a modern fociról, másnap jött a hír, hogy az van tervben, hogy ilyen szuperliga és jelenlegi BL rendszer közötti megoldást próbálnak kitalálni. Tehát mint a sakkozóknál, hogy minden fordulóban összesorsolnák az épp egymáshoz legközelebb levő erőviszonyokat. Tehát elképzelsz úgy egy ilyen nemzetközi futballszezont, hogy a BL-be jut a csapatok szurkolója, fogalma sincs, hogy mikor, melyik
csapat ellen kell utazni, meg játszani. Szerintem ez egy saktornán elmegy, de itt elég hülyé hangzik. Hát ezzel nem is tudom, milyen rendszerben van ennek valami neve. És ezt találták ki. Ennél még a Superliga is jobb lenne szerintem, de... De a lényeg, hogy itt a Newington, akikkel számtalan elszámolni valónk van. Meg Kendrit prézelik, ami nem csoda. Survival Showdown. Igen, ugye az van, hogy ha nyer a University, mi meg kikapunk, bár mondjuk akkor még, tehát hogyha mi, körülbelül, hogyha mi x-elünk a Newingtonnal, ők meg nyernek, akkor megnyerik a bajnokságot. Amilyen király ez a game, lehet, hogy ez lesz az első X-ünk a szezon. Én nagyon röhögnék, de... Na nézzük! Ki áll készen, gyerekek? Teljesen lement a match fitness, ugye, mert nem volt match. De amúgy meg mindenki kipihente magát. Igen, a szívedre való tekintette, akkor inkább... Inkább beszívunk egybe, vagy kiszívunk, vagy hogy szoktak ezt mondani. Bert McKendry. Itt van Johnny, már jön is a kis padra, egyből. Nem is, hogy a hollywoodi történet lenne ez a beugrás. Aki közben északi kupa. 289 néző a 7000 stadionomba. Purpics. 9 fok. Áprilisban is hideg eső. De ezt már szerintem mondani se kéne. Hogy hideg és eső. Mindenki itt van. Nézzük. Van itt is revenge. Negyvenegy nap után visszatérnek a fiúk a pályára. Ajjaj. Ez egy csúnya odarugás volt, tesó. Csoda, hogy nem mi kaptunk pirosat, de... Ilyen is van néha. Csúnya két lábas szerelés volt, azt írta. Kendri, kapura. Szép volt.
Baird a túloldalon, megfordítja a lábát. De... Szóval lehet McKendry, Baird, ott van Patton, ott van McKendry, de miért adja hátra? Hogy mehessen Baird a helyére, nem jó. Gyerekek, az idegeimben ne játszatok ennyire. Curtis ott... Micsoda helyzet volt, te jó ég! Beleemelte a kapus kezébe. Próbálj támadni, mert sokat érne itt ez a győzelem, és hogyha 10 ember ellen most lesz meg az első éjszaka tényleg. Oké, okay, McKendry beadja, ott van Baird. Nem jó, ott van Henry, az se jó. Ott van McKendry, ott van Baird, az már jó. Az már jó. 4-1-re csak sikerült. Snoddy. Hopp! Snoddy. Micsoda eléged. Elégedettséggel töltheti el. Snoddy. Visszaadja az élet egy kicsit. Na gyere, Johnny. Ha már itt vagy. Johnny-nak örül mindenki. Douglas megsérült. Ne, gyerekek, ne! Öten álljátok körül azt az egy szerencsétlent. Nagyon jó. Most hoztam le. McKendry. Ott van Johnny. Már helyzetbe is került. Ismét McKendry. Ott van Johnny. Kapufára fejelt. Még 11-est ugye az ellenfel nem kapott ebbe a Steambe, de azért az utolsó döntő meccsre csak meg fog sérülni Patton. Azért ez elég hardcore. Tegyél egy tippet, hány hónap?
De legalább a meccs megvan. Még a kicsit keserédesen is. Profi munka, gyerekek. Szét szarrá futottuk őket, szana széje. Nem is volt kérdés gyakorlatilag. Tizenhat lövés versus három lövés. Úgyhogy... kiváló. A piros az nem meghúzódás. Az... manifestáljuk, hogy az legyen. Nagyon kíváncsi vagyok. Még a tabellára rá sem néztem, nyilván. Juni győzött, de legalább nem engedtük el őket az utolsó fordulóra. Egy nóra nyertek, úgyhogy igazából az a helyzet. Most már muszáj lesz lejátszani az utolsó meccset akkor is. Hogy még ez a két csapat beérhet, de akkor nem tudom, mi lesz a... Newington már nem győzhet, igen, így van. De még ugye kinyomhatnak a playoffból. Igen, ez boka. És másfél-két hónap. Na és akkor 14 nap múlva Darlingstown. Darlingstown 9. A saját kezünkben van a sorsunk. Lehet, ez se lett X, igen. Muszáj lesz ezt lenyomni, ezt a meccset. Csak még fogalmam sincs, hogy mit Survival Celebration eznek, de... Oké. Ja, nem, ott talált a fiziónak. Hol van? De, átadtam. Vagy itt nem tudom, ott volt választás, akkor talán nyomta üzének. Nyomta automatikusan. Hát az van, hogy igen, egy pont és playoff. Bajnok már csak szerencsés esetben lehetek, mert ugye ha győzök, és a Queen's University a Bradley Clairnél kikap, akkor lehetek bajnok, gyakorlatilag. Nem, hála Isten, ó, nem figyeltem oda, de ó, nem az lettem, szedtem ezt az injekciós témát. Akkor már... akkor már gyógyuljon meg rendesen. Tíz nap, barátom, 10 nap. Most már muszáj lesz lenyomni.
egyszerűen nem tudnék így elaludni, hogyha nem tudnám legalább a bajnokság végét. Ha véletlen megnyerném, akkor azért hazajönnek nyáron, holidayre. Elugranék a Diósgyőr stadionhoz. Elővenném a félholdat. Ja, körülbelül az lenne, igen. Nem lehet, hát ez egy hét. Izgalmas. 6 nap. Hát mindesetem nullába hoztam fel őket a 7. helyre, és a 2. szezonban rögtön minimum 4. leszek. Nem sérül meg senki. Hát igen, ez is egy régre nyúló csata. Pass conference. Okay. Hát, én magunkat mondom. Legyünk már magabiztosak. Kicsi az esélye, de hát attól függetlenül még. Team meeting. Ennyi. Fantasztikusok voltatok mindannyian. Ez az. Kicsit ment fel a morál, egy picit. Final day title permutations. Itt a title challenge. Hát nem gondoltam volna, hogy még az utolsó nap is. De hát ezek az alsó bajnokságok, ezek ekkora királyak. Úgyhogy nézzük. Playoff. Order bajnoki cím, szerencsétlen esetben. Ha
harmadik vagy negyedik hely. Elliot 32-ére is a kapuban. Patton sajnos 26-odjára nem. Simon Kellynek kell jönnie. A középpálya változatlan. A cserék változatlanok. És nézzük meg. Csatársor is változatlan. 182 néző. 182 néző, talán nem lesz eső. Itt van mindenki. Itt van Kelly is. Itt van egész egyszerűen mindenki Pattonon kívül. Na go! Az, hogy bajnokok leszünk, az egy játékosomat motiválja, úgyhogy ez sokat elmond most, elmond a mérkőzésről. Jó van, nyomjuk már a meccset, gyerekek! Utolsó forduló. A Moyola már bevágott egyet a Rangersnek. És a University is vezet a Belclairnél. Newington is vezetés szerzett. Nálunk még csak erős mezőnyjáték. Bert bedobja. Aztán beadja. Ott van McKendry. Hú. Noddy dobja. És most Douglas adja be. Campbell befejeli a 8. gólját a szezonban. Ott is van. Gyerünk, gyerekek. Mindjárt ránézzünk, hogy mi a helyzet. Jelenleg egy erős második helyzet, mert vezetnek az egyetemisták. Vesztésre áll az Arc, és győzelemre áll a Newington. Ne vigye el, gyerekek. Vigye el. Kell. Rem kilép, Elliot. Ez mi volt megint? A dupla védése királya. McKendry elviszi egyedül. Miket véd a fiú? Bezzeg a fejes már nem tudja, hála Isten, hogy les volt.
Itt már nincs válasz, egy-egy. Ez nem jó, gyerekek, ez nagyon nem jó. Mindig a világ végéről nyomják. Ez mi volt? Micsoda védés volt megint egy ottól, te jó ég. Kell most már csere. Kicsit, mintha megzavarodtunk volna. És igazad lesz, vagy nem? Na, nem szerezzük meg? Nem szerezzük meg. És igazad lesz az egyetlen döntetlen. Az itt van. A győzelem se segített volna a bajnoki címhez, de megvan a playoff. Megvan a playoff. Persze beton nélkül. Jóval nehezebb lesz, akárhogy is lesz, de legalább megvan a playoff. Hú. Igen, a fene se tudja itt már, hogy mi van. A lényeg az, hogy... Ahogy a svédeknél itt is sikerült elérni a top 2-t. Már rögtön itt is a második szezonban, úgyhogy... A diók tehetnek egy szívességet. Igen, itt van az optimális X. A végére. Ez azt jelenti, hogy a University lett a bajnok, és mi pedig megyünk a playoffhoz. 2200 euró járt ezzel. A playoff pedig 3 nap múlva. Egy oda-visszavágós mérkőzés, most már megnézzük, hogy... Ó, a Dergview-val. A Dergview-val. Akik... Ugye 11-ek lettek a...
Championship-ben egy oda-visszavágos, kellemes mérkőzés majd 3 nap múlva, és majd a legközelebbi streamen. Ráadásul úgy, hogy nem segíthetik a kis csapatot, tehát mi kezdünk otthon. De szerintem, ha ezt megnyerjük, akkor feljutunk. Hát nagyon kemény volt ez a stream, nagyon remek volt. Legközelebb majd innen folytatjuk. Legyetek jók, köszönjük a szurkolást. Itt is megvolt a dobogó, immár 3-szor. Úgyhogy ennek nagyon örülünk. Legyetek jók, holnap podcast Ferinél az idősek és a technika témájában. Jó ét, szevasztok!